100%-ig beletette ebbe a mai mérkőzésbe. Tényleg benne volt mindenkinek a szíve, mindenki az utolsó leheletéig küzdött, és tényleg ezt a pontot ma nagyon megérdemeltük. És mi az, amit megbeszéltetek, hogy mind fogtok változtatni? Hát amit az előző interjúban mondtam, tényleg ez a 15-20 perc, ez nagyon fontos volt, hogy ne kapjunk gólt, és tényleg a csapat szívvel, lélekkel küzdött az utolsó leheletéig, és még arról is beszélgettünk, hogy úgy kell kimenni a pályára, hogy bátran játszunk, szóval nem kell beállni védekezni. Persze, hogyha a mérkőzés úgy kívánja, akkor milyen védekezünk, ha viszont van rá lehetőség, akkor játszunk előrefelé, és ez szerintem összeesett a csapatnak. Nagyon érdekes volt egyébként a párharcok szempontjából összehasonlítva a legutóbbi mérkőzéssel, hogy hát azért itt sincsenek kis darabvédők, mégis sokkal jobban álltátok a sarat, és sokkal jobban bele tudtatok állni ezekbe a szituációkba. Igen, én is úgy vettem észre, szerintem a csapat egészen máshogy jött ki erre a mai mérkőzésre. Meg szerettük volna mutatni mindenkinek, hogy ez az Európa-bajnokság nem csak egy véletlen volt, hogy majdnem tovább jutottunk a csoportból, és tényleg szerintem ezen a mérkőzésen meg is mutattuk, hogy az angolokkal is fel tudjuk venni a versenyt.